gives us the first topic for the night, which is that we are all miracle workers. Az első témánk talán az lehetne, hogy mind csodatérnök vagyunk. We all have the same function. Mindegyikünknek ugyanaz a feladata. We all share one purpose. Ugyanaz a célunk. And one God or one divine love wants to shine through each and every one of us. És mindegyikünkön egy Isten a szeretet akarát sugározni. And it doesn't matter what flavor your ice cream is. És nem számít, hogy te milyen típusú fagy vagy. Because it is the love that wants to pour through. Mert az a szeretet számít, ami át akar ragyogni rajtad keresztül. And in A Course in Miracles, Jesus describes that all of the teachers of God can appear very different. És a Csodák tanításában Jézus beszél arról, hogy Isten minden tanítója nagyon is különbözhet egymástól. They come from different backgrounds, different experiences. Más a megterük, más a megtapasztalásuk. And one of the biggest tricks of the ego, és az ego trükkjeinek egyik legnagyobb trükkje, is to compare and judge against the appearances or the form. Az, hogy az összehasonlításokra helyezze a hangsúlyt, hogy a forma szintjén, a megnyilvánulások szintjén ítéleteket hozza. And the ego is the voice for doubt in the mind. És az ego a kétel hangja az elmében. So it's always saying, I'm not like that. Mindig azt mondja, hogy én nem vagyok ilyen, nem vagyok olyan. If it's judged as good. If it is judged as good. If you come across a teacher and say, oh, the teacher is very good, very high. Tehát, hogy én nem vagyok olyan jó például, hogyha egy tanítót nagyon magas rögtönek ítélsz meg, és azt mondod, hogy én nem vagyok ilyen. The ego's voice in the mind says, yeah, but I'm not like that, and I'll never be like that. És az ego hangja azt mondja az elmében, hogy én nem vagyok olyan, és soha se leszek olyan. Because it's always comparing and judging. Mert mindig összehasonlít és ítélkezik. Even when it judges someone or something as good, it's judging that it's better than something else. Akkor is, amikor arról van szó, hogy valami jobb, mint valami más. Whereas the Holy Spirit's perspective, még a Szentlélek nézőpontja az, recognizes the sameness or the truth. Hogy felismeri azt, hogy ugyanolyan, tehát it's a recognition. Ez a igazság. It's a recognition. I recognize the truth. Felismerés. Igen, felismerem az igazságot. There's no comparison in that. Nincs összehasonlítás ebben. So that's why Jesus sees enlightenment as a recognition. Ezért mondja Jézus azt, hogy a megvilágosodás egy felismerés. It's not a change. Nem egy változás. You don't have to try to make yourself change to get enlightened. Nem arra kell törekedned, hogy megváltoztani magad, hogy megvilágosodj. It's just a process of forgiving the belief in differences. Hanem pontosan arról van szó, hogy megbocsásd a különbségekben való hiedelmet. Forgiving and releasing that voice that keeps pointing out the differences. Megbocsásd azt a hangot, meg folyton a különbségekre helyezi a hangsúlyt. And strengthening an awareness of the Spirit. És megerősíts tudatosságodban a Szentlélek hangját. And one way that seems very natural to join in an experience is through music. És az egyik módja annak, hogy a tapasztalásban kapcsolódjunk, az a zene. I haven't met anyone who doesn't like music. Még senkivel sem találkoztam, aki nem szereti a zenét. There is something very natural about music. Van valami nagyon természetes a zenében. When you hear it, your mind joins with it. Amikor hallod, akkor az elméd kapcsolódik vele. You can feel something recognizing and joining in the mind when you play your favorite music.
érzed, hogy kapcsolódsz vele, amikor kedvezzel életmód. It doesn't matter, that we like different types of music. Az nem számít, hogy különböző féle zenéket szeretünk. But underneath that there is a recognition and a joining. Alatta, tehát ezeken túl van egy felismerés. And the spirit is very much like that. És kapcsolódás, és a Szentlélek is nagyon. The spirit is like the wind beneath our wings. Nagyon hasonlít ehhez, mint a szél. It just wants to lift us up and have us join with it. Csak fel akar bennünket emelni, és azt akarja, hogy kapcsolódjunk be. So over this weekend, there'll be more opportunities, I think, for Jason and I to share a lot of examples from our journey. Ezen a hétvégén lehetőség lesz arra, hogy megosztunk veletek mindenféle tapasztalatot, Jason és én is. Of how we joined with the Spirit. Hogy hogyan kapcsolódtunk a Szentlélekkel. And accepted that voice in the mind. És hogyan fogadtuk el ezt a hangot az elmében. And come to recognize that experience as being who we are. És hogyan ismertük fel, hogy ez az, akik vagyunk. And we've learned to discern the ego's voice to be able to see it very clearly. És hogyan tanultuk meg azt, hogy nagyon tisztán meg tudjuk különböztetni ezt a két hangot. Because when you can recognize the ego and you know it's the ego, you can quite happily choose to let it go. Mert amikor felismered az ego hangját, akkor boldogan mondhatod azt, hogy most úgy döntök, hogy elengedem. So much of the journey is about learning to recognize the ego for what it is. És az utazás nagy része arról szól, hogy megtanuljuk ezt a megkülönböztetést. And choosing another way. És aztán újra válaszunk.